Sziasztok, Charlie vagyok, és ez itt a Párásító Podcast, akik pedig velem vannak. Ficsor Zoltán, az Fifika, és Jáborszky Béla, vagyis Gőz Duda. Krisztiánt tegnap elszólította a sorsa, és egy kedves ismerőse úgy, hogy Béla lesz a helyettesítője a mai beszélgetésben, de gyakorlatilag ő is gőzlovag, úgyhogy nem lesz szavak hiányában, szerintem ő sem. Na, mivel kezdjük, fiúk? Hát nyilván a legfontosabb a... Jaj, a fekete leves. A fekete levessel, igen. Szerdai EP szavazás, erre gondolsz? Igen, szerintem mindenki erre gondol most. Kíváncsi. Én úgy látom, hogy komoly értelmezési problémák vannak sok helyen. Tehát valahogy tiszta vizet kéne önteni a pohárba. Azt tudom, hogy mire gondolsz, mert már erről beszéltünk egyéb fórumokon. Az a baj az egész értelmezéssel, hogy ugye az értelmezési problémáknak értelmet majd a jogalkotók fognak adni, és azt gondolom, hogy mindenféle EU-s szavazás ellenére itt a helyi politika fogja eldönteni, hogy mi melyik részéből fogunk ennek a szavazásnak kapni, de bármelyikből is kapunk, biztos, hogy nem lesz jó. De fejtsd ki, Dudus, az álláspontodat ezzel kapcsolatban. Mielőtt én ezt kifejteném, azt a részét kezd, induljunk inkább előről. Fel lett hívva a figyelmem arra, hogy gyakorlatilag nem csak arról van szó, amiről mi beszélgettünk eddig, sokkal komolyabb a probléma a preambulum 41-es pontjával. Nem tudom, előttetek van-e. Mondj egy oldalszámot. Tudok mondani egy oldalszámot, igen. Valahol 20. Azt mondja, hogy 31. oldal, igen, teteje a 41-es pont. Ami arról szól, hogy a tagállamok szabadon fenntarthatnak vagy bevezethetnek a nemzeti piacon forgalomba hozott összes termékre egyaránt alkalmazandó nemzeti jogszabályokat az irányelv által nem szabályozott szempontok tekintetében, amennyiben ezek összeegyeztethetők az EUMS-szel, és nem veszélyeztetik az irányelv teljes körű alkalmazását. Ennek megfelelően és e feltételek mellett a tagállamok többek között szabályozhatják, vagy betilthatják a dohánytermékekhez, ideértve a vízipipákat is, és a dohányzási célú gyógynövénytermékekhez használt tartozékokat, valamint szabályozhatják és betilthatják a dohány vagy kapcsolódó termékek bizonyos típusaihoz megjelenésükben hasonló termékeket. A nemzeti műszaki szabályok vonatkozásában 98/34 EK Európai Parlament és Tanácsi irányelv szerint előzetes értesítés szükséges. Tehát induljunk ki ebből. Na de akkor értelmezzük, mert én megtudom, és... Ugye az van, tehát én nem ijednék annyira meg, mint amennyire ez szarul hangzik, mert az elején rögtön az van, hogy az irányelv által nem szabályozott szempontok tekintetében. Gyakorlatilag rengeteg ilyen van, gondoljunk elsősorban az eszközökre. Viszont ha már elkezdjük értelmezni, és én úgy gondolom, hogy itt az eszközökről van most szó ebben a pontban, itt van egy olyan kitétel, hogy a dohány vagy kapcsolódó termékek bizonyos típusaihoz megjelenésükben hasonló termékeket. Na de jó, de akkor... Megint csak oda térünk, meg is, hogy a harmadik, egyetlen, sokadik generációs eszközök talán nem esnek még be. Na, ezért mondom, tehát második, harmadik generációs eszköz, én nem tudnám összetéveszteni sem a cigarettával, se a szivarral, se semmivel. Mondjuk még pipával lehet hasonlatos eszközt találni. Vagy esetleg tudok én olyan modot, ami úgy néz ki, mint egy cigarettás doboz, akkora is, de köze nincs hozzá, tehát ennyi erővel a gyufás dobozt is be lehetne tiltani, mert hasonlít a cigis dobozra. Szerintem azért ennyire nem sötét ez a 41-es pont. Ne értsetek félre, tehát én nem vészmadárkodni akarok, én kiutakat keresek.
És ez az a mondat töredék, amiben látok valamelyest kiutat, amiben meg tudnánk kapaszkodni. Ha és amennyiben a véleményünket figyelembe veszik. De ugye induljunk ki abból, hogy nem nagyon fog változni a hozzáállás, akkor viszont nem is biztos, hogy figyelembe fogják venni a véleményünket. Amit szerintem ebben az ügyben lehetne mindenféleképpen tenni, hogy megfelelő helyeken, gondolok itt például az állampolgári jogok biztosára, megfelelő helyeken kéne azt a dolgot elültetni, hogy mindenféleképpen kérjék ki azok véleményét, akikről majd ítélkezni fognak, illetve hát akiknek a szabályozást bevezetik. Én azt gondolom egyébként, meg lehet őket fogni azzal az egyszerű történettel, hogyha áttereljük ezt az egész vitát technikai jellegűre. Tehát ez egy politikai döntés lesz, de önmagában ezek a viták, amikről itt beszéltünk, ezek technikai jellegűek. De most egy kicsit sarkítva, ez olyan, mintha azt mondanád, hogy kérdezzük meg a drogost, hogy szerinte mi a helyzet a drogokkal. Szerintem... Bocsánat. Tehát nem. Nagyon rossz a hozzáállásodnak az irányvonala, mert itt ugye arról van szó, hogy el fogják ismerni az elektronikus cigarettát, csak nekünk nem mindegy, hogy hogyan. Mondok én erre egy példát. Nem, csak erre mondtam, hogy szerintem úgyse téged fognak kikérni, mint aktív használó, hiszen azt is mondhatják, hogy elfogult vagy. Igen, de az egyetlen egy olyan létező egyesület vagyunk Magyarországon, amelyik az elektronikus cigarettára épül. Tehát szerinted kit kérdezhetnének meg rajtunk kívül, mondjuk a KFK-it, vagy a valamelyik kutatóintézetet, vagy kit. Tehát nyilvánvalóan olyan embereket kell megkérdezni, vagy olyan civil közösségeket, akik ezzel foglalkoznak. Ja. Nem. Igen, hát, ja, kérdés, hogy meg fognak-e kérdezni. Ami engem jobban zavart, az beszélgettünk 2-3-4 napja, vagy amikor ez kijött, és akkor volt egy hatalmas nagy cunami belőle, és nem erre a 41-es pontra volt kihegyezve a történet, hanem várjál, gondolkozom, hogy miről beszélgettünk ott. Ja, igen. Ami mondjuk engem is érint, meg érinti a fórum üzemeltetőjét, meg bárki mást, aki ismeretet terjeszt a neten, mert ugye volt egy ilyen pont, hogy mindenféle online média is, amely promótálásban részt vesz, vagy bármi más köze van a dologhoz, is betiltásra fog kerülni. Kérdés az, hogy hogyan állítjuk be a dolgot. Tehát ha azt mondjuk, hogy mi érdekvédelmi, gyakorlatilag a felhasználók érdekeit védő, illetve technikai tanácsadó fórumként működünk, akkor ez nem hinném, hogy a direkt reklám kategóriájába esne. Azon kívül ott van a 45-ös pont, ami ugye azt mondja ki, hogy a jogi elvek tiszteletbe tartásának kötelezettségén az irányelv nem változtat, illetve hogy az egészség és fogyasztóvédelem magas szintjének garantálása mellett védjenek meg minden egyéb alapvető jogot is. Alapvető jogom pedig az, hogy tájékozódjak. A tájékozódáshoz való jogot nem vehetik el ezzel. Azt nem vehetik el, nem fogják cenzúrázni, hogy mire keresel az interneten, viszont a tájékoztatáshoz való jogot elvehetik.
értelmezésem szerint. Nem, nem, nem. Nem. Például gondolj bele, működik a Dohánymúzeum is. Valamilyen szinten az is tájékoztat. Jó, de akkor most ne a teljesen offline Dohánymúzeum vonalába menjünk el, hanem menjünk el tehát most online élünk. Ez online Dohánymúzeum egyébként, tehát interneten megtalálod, gyakorlatilag még senki nem kötött bele, de szerintem most már tényleg ez túl sem. Kimondod a varázslót még? Egyébként nem kell nagyon visszamenni. Ott a média és hírközlési hatóságnak a mit tudom is én milyen reklám törvénye, ami az online tartalomszolgáltatásra vonatkozik, illetve ez egy pár éves dolog, tehát nem is olyan régi, amikor ugye mindenkinek bejelentési kötelezettsége volt, és a blogger szénában pörgött is mindenki rajta, hogy azért, mert most nekem blogom van, és valamit leírok, azért bárkinek is le kéne jelentenem bármit, és ne adj Isten, még járulékot is kelljen utána fizetnem, hát agyrém volt az a sztori is. Itt szerintem azt kell eldönteni, mert mindenhol az olvasható, kiemelten vastag betűvel, hogy a dohány és azzal összefüggésbe hozható. Tehát, és itt szerintem ezen lesz a hangsúly, és talán ezen lehet fogást találni. Ezen nagyon keményen lehet fogást találni. Mert hát ez pontosan a 46-ost olvasom, a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártása. Tehát ez nem kapcsolódó termék. Hát, ez nem dohányzás, és nem kapcsolódik a dohányzáshoz. Nekünk ezen lovagolnunk kell, és ezt nagyon keményen ki kell hangsúlyozni. Ez nem dohányzás. Amit egyébként el is ismernek, hogy ez nem dohányzás, hiszen meglehetősen sok állásfoglalás van ezzel kapcsolatban. Ja, hát a villamos is sárga, mégse zsiráf, fene tudja. És nem is bundás kenyér. Állj pedig, de finom lenne egy akkora bundás kenyér. Az egész direktívából egyébként minden e-cigarettásnak az derül ki, hogy egy, nem ismerik mélyen az e-cigarettát. Kettő, fogalmuk sincs, hogy hogyan kéne ezt szabályozni. Három, hogy nekünk is mindent meg kéne, és erről már többször beszéltünk, hogy nekünk is mindent meg kéne tenni azért, hogy alternatívákat nyújtsunk. Tehát ha úgy tetszik, akkor neki kéne ülni értelmes módon, felállítani egy olyan ellendirektívát, amire mi azt gondoljuk, hogy jó, hogy tartalmazza a fogyasztóvédelmet, védi a vapperek érdekeit, és ezzel együtt meg fog menteni még nem tudom én hány dohányzó embert, aki majd esetleg könnyebben megtalálja az elektronikus cigarettát, mint alternatív, és nem annyira káros módot arra, hogy fölhagyjon a hagyományos dohányzással. Hát egy politizálás nélkül mondom, csak hogy érdemes visszanézni az elmúlt egy év törvényhozásait, hogy figyelembe véve azt, hogy milyen törvényeket milyen gyorsan hoztak, és mennyi utánjárással, tehát hogyha itt nagyon akarja valaki, akkor akár egy hét alatt is bevezet bármit. Igen, és utána káosz lesz belőle. De térjünk vissza arra, amit a Fifika mondott. Tehát itt arról van szó, hogy dohányzás vagy nem dohányzás. Arról van szó, hogy baromira nem tudják a jogalkotók, hogy egyáltalán mi is az elektromos cigaretta, és induljunk ki abból, hogy ők elektromos cigarettának tekintik azokat az eszközöket, ami megjelenésében hasonlít a cigarettára, világít a LED a végén, tudjátok, miről beszélek, ők számukra ez az elektromos cigaretta. Ugyanakkor, ha meglátnak bennünket az utcán, vagy bárhol máshol, és csak azt nézik, hogy belülünk valami jön kifele, ami füstre hasonlít, akkor onnantól kezdve már mi beszélhetünk arról, hogy ez nem dohányzás, tök mindegy, mi van a kezünkben, őket egyetlen egy dolog fogja érdekelni, hogy belülünk, mint a sárkányból dől a gőz. Ez nem gondoljátok, hogy esetleg
ebből gondok lehetnek? Most én vagyok a vészmadár. Te mindig vészmadár vagy, Dudus, de ezt már megszoktuk, és így szeretünk. Viszont nem, amivel kapcsolatban meg nekem elgondolkoztat egy-két dolog, nem tudom, hogy eljutottatok-e odáig, de szerintem igen, nem volt sok ez a 108 oldal. A 34. oldalon vannak a fogalom meghatározások, és én arra repültem rá erősen, hogy ott gyakorlatilag nem tudsz olyat találni, amit rá tudsz húzni az e-liquidre. Mert miket találok? Adalékanyag. Lehetne, de azt mondja kiemelten, hogy a dohánytermékhez, annak csomagolási egységéhez, vagy bármely gyűjtőcsomaghoz hozzáadott, a dohánytól eltérő anyag. Nincs dohánytermékünk. Aztán jellegzetes ízesítés. A dohánytól eltérő adalékanyag vagy adalékanyagok kombinációjának használatából adódó, egyértelműen észlelhető gyümölcs, fűszernövény és a többi cukorka, mentol, vanília, amely a dohánytermék fogyasztása előtt vagy során. Nincs dohánytermék. Rágó dohány, kilőve, szivar, kilőve, cigaretta, kilőve, szivarka, kilőve. Nincs más. Akkor megint visszatértünk oda, hogy gyakorlatilag a mi esetünkben még mindig csak a nikotinba tudnak belekötni, és itt jön az, amiről majd később fogunk beszélni, hogy milyen kiszerelésbe lehet a nikotin tartalmú eszközöket, illetve utántöltőket forgalmazni. Tehát akkor megint ez egy elég skizofrén helyzet, hogy nem tudják meghatározni, hogy most belekössenek-e az eszközbe, mert nem tudnak. Egyetlen egy dolog, nem tudják a nikotinmentesbe, hogy kössenek bele, mert abba szerintem lehetetlen. Mert a nikotinmentesben nem lehet. Abba aztán végképp semmi olyan nincs, ami kapcsolható lenne a dohányzáshoz. Várjatok, mert a meghatározásban azért két helyen kifejti, hogy mi az elektronikus cigaretta, és mi az utántöltő flakon. Igen, néztem a 21A pont, meg a 22A. Igen. Ami ránk vonatkozik, hogy az elektronikus cigaretta olyan termék, ez nagyon tetszik, mely szokokán keresztül nikotintartalmú pára fogyasztását teszi lehetővé, vagy annak bármely alkatrésze, beleértve a patronokat, a tartályokat, és a patron vagy tartály nélküli készüléket is. Az elektronikus cigaretta lehet eldobható, utántölthető tartály révén, vagy egyszer használatos patronokkal újra tölthető. Az utántöltő flakon az elektronikus cigaretta utántöltésére szolgáló nikotintartalmú folyadékot tartalmazó tartály. Ennyit ír az elektromos cigarettáról. De szerintem ők úgy értelmezik, hogy ezzel minden le van fedve. És meg közben nem. De az... De itt is nikotintartalmúról beszél egyfolytában. De ha jól megfigyelitek, arra például nem térnek ki, és pedig szerintem ez lenne a lényeg. Most hiába határozunk meg bármilyen, és akkor majd most tovább mehetünk, hogy milyen kiszerelés, meg milyen nikotinerősség. Hiába szabályozunk bármilyen nikotinerősséget. Most leállhatnék vitázni vele, olyan dolgokra kitérve, hogy serác, mi van, hogyha én 3,6 volton párásítok egy fűtőszállal, vagy 6 volton két fűtőszállal, mennyi nikotin jut így, meg úgy, meg amúgy a szervezetembe, és az hogy szívódik föl a cigarettával ellentétben? Szerintem ezt senki nem tudja. Nem tudja. Nincs leírva. Orvosi vélemény sincs róla, találgatás van, hogy lassabban, és hogy talán az előző podcastben beszéltünk pont erről, hogy az a mondás, hogy egy normál cigaretta 10 perces szívását, az körülbelül az elektromos cigaretta egy ilyen fél órával tudja behozni, vagy kompenzálni, vagy helyettesíteni. Tehát akkor miről beszélünk? Nem tudunk exakt számokat fölállítani, úgy meg ez ilyen fingreszelés az egész, hogy meghatározzuk itt, hogy mekkora tartály, meg mekkora űrméret, meg milyen kazán, milyen patron. Vicc az egész. Az a leginkább sarkalatos pont szerintem, hogy fogalmuk nincsen a
az elektromos cigarettáról. Ha megnézitek az egész direktívát, az gyakorlatilag a dohányra van kihegyezve, az elektromos cigaretta pedig becsúszott ilyen kényszerszerűen ebbe a... Hát próbálják ezt is lefedni. ...történetbe, de iszonyúan nem megy nekik. Tehát de tudod miért? Mindenféleképpen ki kellett volna emelni ebből a direktívából az elektromos cigarettát, és az elektromos cigarettára 2 év múlva, amikorra nem tudom én, lefutnának olyan kutatások, vagy véleményezések, amelyek csak az elektromos cigarettára vonatkoznak, akkor kellett volna külön rendelkezni az elektromos cigarettával kapcsolatban. Tehát ez így nagyon nem kóser, mondaná Kón bácsi, de és igazat is kéne, hogy adjunk neki. De addig szerintem veszett fejsze az egész, amíg nem jön az egyetlen magyar egyesülethez, vagy érdekvédelmi szervezethez egy megkeresés, hogy felállítottunk egy vizsgálóbizottságot, delegáljanak X tagot, vagy jelöljenek ki olyan embert, aki kompetens ebben a témában. Mert ez akkor miről szól? Én is beszélhetnék a kábítószer addiktív hatásairól, vagy hogy miket lehet tapasztalni, amit én látok az utcán, hogy néz ki egy szipus. De hát sose szipusztam. Tehát nincs rálátásom a dolgokra. Ugye a problémám nekem ilyenkor az szokott lenni, hogy olyan embereket kérdeznek meg, illetve nyilatkoztatnak, akár a sajtóban, akár a közmédiában, akik egy életükben nem láttak elektromos cigarettát, vagy nem is próbáltak használni, nem beszéltek olyan emberrel, aki mondjuk évek óta már nem dohányzik, de elektromos cigarettát használ, és még csak beszélő viszonyban sincsenek azzal a fogyasztói réteggel, amelyikről egyébként éppen beszélnek. Tehát ez a tüdőgyógyász vagyok, és egy kézlegyintéssel intézem az egészet, és azt mondom, hogy szar. Ebből ezzel a hozzáállással egyrészt magukra haragítják a felhasználókat, másrészt soha nem fog kialakulni egy olyan egészséges társadalmi vita, amelyiket egyébként a mostani helyzet iszonyúan megkövetelne. Nekünk voltak ugye próbálkozásaink minisztériummal, a dohányzás fókuszponta és azt mondtam majdnem, hogy ombudsman, de ugye azt az intézményt azt eltörölték az állampolgári jogok biztosával, és gyakorlatilag azon kívül, hogy beidézik az egészségügyi államtitkárság ez irányú állásfoglalását, erőre lépés 2 év alatt, vagy 1,5 év alatt a nulláról a nullára történt. Tehát gyakorlatilag nincs tárgyalási készség senkiben. Addig, amíg nem alakul ki olyan politikai vagy társadalmi kényszerhelyzet, ami ebbe belevinné a döntéshozókat, addig szerintem nem is lesz. Tehát az a baj, hogy az energiáinkat olyan dolgokra pazaroljuk el, amikről már eleve tudjuk, hogy nem lesz belőle semmi. De mert a vaper társadalomban él az a fajta legenda, hogy de ha keményen oda mondogatunk, akkor bizony majd lesz eredménye. Hát ezért valószínűleg sokan meg fognak dobálni, de higgyétek el, hogy nem lesz eredménye. Az eredménye az inkább a negatív részét fogja erősíteni ennek a történetnek, mint a pozitív részét. Nekem ennyi a véleményem az egész, és ezt az egész direktívát még egyszer mondom, ez a dohánytermékekre kitalált történet, amibe belerakták, mint egy papír zacskóba, belehajították az elektromos cigarettát is. De hogy én értetőnek tartom ezt az egészet egyébként, mert nem elképzelhetetlen számomra az, hogy történtek bizonyos fejlesztések, teszem az dohányipari cégek részéről, elkészültek eszközök, elkészültek utántöltők, és gyakorlatilag ennek alapján lett valami kitalálva. Erre épült ez az egész.
az, hogy közben a maga az elektromos cigaretta már régóta nem arról szól, amit most ők szeretnének megcsinálni, azt senki nem veszi figyelembe. Szerintem nem menjünk el a forgalmazható és magunknál tartható és használható mennyiség mellett sem, mert azért az is egy érdekes történet lesz. Tehát benne volt a, hogy van pontosan, hogy 2 milliliteres tartály maximum kazán? Én nem tartom, tehát azt a részét én nem tartom, hogyha most nekiállunk azt elemezgetni, én nem tartom annyira veszélyesnek, mint ezeket a homályos részeket itt az elején. De ott is ellentmondások vannak, Duda. Ott is ellentmondások vannak. De van, mert hogy 10 milliliter kiszerelés lehet maximum? Várja, a 10 milliliteres kiszerelés az valószínű, és ez teljesen érthető, az azért született meg, hogyha ha ne adj Isten a gyerekzáras üveget föl tudja nyitni, akkor az egyébként nagyon hülyén meghatározott nikotinletális dózist ne tudja magához venni. Tehát egy 1,5 literes üvegből, hogyha mondjuk 36 mg-os nikotinos löttyöt tartalmaz, akkor lehet, hogy a 1,5 litert megissza. Én azt is el tudom képzelni, hogy rettentő rossz állapotba fog kerülni. De egyébként, tudod, ilyen abszolút életszerű, ez olyan, mint hogyha a WC-ből kiszedném a szart, és kanalaznám az arcomba. Rossz íze van, de megeszem. De muszáj, tehát most bizonyítanom kell, hogy erre én képes vagyok. Nyilvánvalóan, aki kóstolt már ilyen likvidet, az tudja, hogy ezt a gyerek a büdös életben nem fogja meginni. 1-2-18 év fölött már önálló felelősséggel rendelkező emberek tartanak ilyet, nyilván jól elzárva, gyerek elől eldugva, amennyiben ilyen baleset történt, egyébként nem történt még ilyen baleset, de amennyiben ilyen baleset történik, akkor ez ne eshessen meg. Tehát ezt még valahol meg tudom érteni. De azt, hogy egy e-cigaretta tartályra előírom a 2 milliliteres űrtartalmat, na azt megkérdezném nagyon szívesen, hogy honnan vette ezt a 2 millilitert? Itt van az a rész, egyébként 84. oldal, ha nézni akarjátok, amire én azt mondom, hogy itt pontról pontra végig nézhetjük, és nem annyira rossz a helyzet, mint amennyire most próbáljuk beállítani. Ugye egész pontosan azt írja, hogy a nikotintartalmú folyadékot, tehát nikotintartalmú, megint csak hangsúlyozzuk, kizárólag kifejezetten erre a célra szolgáló legfeljebb 10 ml ültartalmú utántöltő flakonokban. Ez a része szerintem mindenki számára teljesen egyértelmű, tehát innentől kezdve megszűnik a 30 ml-es, 100 ml-es, meg 1 literes kiszerelés. Bele kell törődni, ezt el lehet fogadni, bár nem... Pontosan amiatt nem tartom én se érszerűnek, mint amit az előbb mondtál, de ez van. Pláne, hogy mondjuk 15 milli durrantok el egy nap. A Dudának abban van igaz egyébként, hogy itt jön a következő mondat, hogy vagy egyszer használatos patronokba hozzanak forgalomba, és a patronok vagy tartályok űrtartalma ne haladja meg a 2 millit. Tehát itt gyakorlatilag az egyszer használatosról beszél, és nem arról, hogy te a többször használható 5-10 milliliteres cuccodat föltöltögeted. És a másik... Nem, mert ott van, hogy és a patronok... Várjál, ott van, és a patronok, vagy a tartályok űrtartalma. Igen, de a tartályokat úgy értelmezzed, hogy a tartályban már likvid van. Tehát mikor elmész az ötlet, és megveszed, akkor egy töltött tartályt veszel meg. Itt senki nem beszél arról, hogy van neked egy 5 milliliter űrtartalmú kazánod, és azt nem tud, ne tölthetnéd fel a 10 milliliteres utántöltő flakonból. Tehát próbáljuk meg értelmezni. Nem, én ezt nem így értelmezem, de mindegy, átolvasom majd még egyszer. Ha végigpörgetni az agyadba, akkor rám fogsz jönni, hogy ez így. Tehát van egy 10 ml űrtartalmú utántöltő flakon, azon kívül van az egyszer használatos, és van a patron, tehát előre töltött patron, vagy tartály, ami ahhoz a patronhoz tartozik. De ezért mondom, tehát figyelj, én háromfelé bontanám. És aztán lépjünk is tovább, mert már több mint fél óra ez a téma.
De van a flakon, amiben megveszed 10 milli, ez le van tárgyalva. Eldobható elektronikus cigaretta, ezek az egyszer használatos kartók, vagy bármi más vatelines patron, tiszta sor, 2 milli. De ott van, hogy és a patronok, vagy a tartályok űrtartalma, ott nem mondja, hogy, hogy töltött, meg töltetlen, meg ilyen, meg olyan. 2 millis tartály. De most figyelj, most értelmezzük egy picit, és utána tényleg lépjünk tovább. Neked van egy RBA kazánod. Azt pontosan meg tudod határozni, hogy melyik a tartálya. Igen. Nem, szerintem nem. Lehet akár. Hát akkor... Ez, ez tényleg már csak az izé, a hűrés csavarás. A tartály az, amibe likvidet töltesz. Én a tartályba beletöltök 5 milli likvidet. De tölthetsz bele kettőt is, és azt mondod, hogy ez bizony 2 milliliteres tartály. A tiszta sor. Csak itt nem ezt írják, hanem azt írják, hogy a tartályok űrtartalma. Azért azt el tudom képzelni, majd amikor lehet ilyen sapkát kapni. Igen, meg szűrő. Csárli, te ketté bontod a mondatot itt. Most már látom, hogy mi a gond. Ketté. Persze, tudod miért? Mert az és... Nem szabad ketté. De ketté kell, mert ott egy és. Nem, ez... Figyelj csak. Az egyik a forgalombahozás, a másik pedig a használat. Az és előtt van a forgalombahozás rész. Vagy egyszer használatos patronokban hozzanak forgalomba, és... A patronok vagy tartályok, tehát ezeknek a patronoknak és a tartályoknak az űrtartalma ne haladja meg. De egyébként tényleg, tehát ez valószínű, kár is most ezen tovább nyüglődni, mert jönnek majd a jogászok, és akkor ők ezt majd jól megfogalmazzák úgy, hogy vagy egyértelműbb, vagy még homályosabb lesz. Mondok én nektek másik témát, hogy gyorsan valami vidám téma mostanában nincsen. Várj, egy dolgot még azért beszéljünk ki ebből a történetből viszonylagosan. Ez a tilos legyen a sajtóban és más nyomtatott kiadványokban minden olyan kereskedelmi közlemény, információs, társadalmi szolgáltatás keretében, melynek célja, illetve közvetlen vagy közvetett hatása az elektronikus cigaretták és az utántöltő flakonok népszerűsítése. Kivéve azokat a kiadványokat, melyek kizárólag az elektronikus cigaretták és utántöltő flakonok kereskedelmének szakmai képviselői részére szólnak, továbbá a harmadik országokban nyomtatott és kiadott kiadványokat, amennyiben azok alapvetően nem uniós piacra készülnek. Jó, mondom neked akkor, hogy ez miért kell szerintem ezt letolni, mert ez nem... Te nyomtatott sajtót nem adsz ki, kiadványt nem adsz ki, és ha kiadsz, akkor sem azért adsz ki kiadványt, és ez már egy ilyen csűréscsavarás lesz részemről, nem azért adod ki, hogy rászokjon, hanem azért adod ki, hogy a leszokást a cigarettáról elősegítsd, ergo alternatívát kínálsz föl. Nem, tehát te nem azt akarod, hogy szokjál rá akkor is, ha nem dohányoztál eddig, te azt mondod, hogy ha dohányoztál, itt van egy egészségesebb alternatíva. Viszont arra nagyon vigyázzál, Charlie, hogy soha, de soha nem mondhatod ki azt, hogy ezzel le fog szokni. Persze. Tiszta sor. Ezt kimondani innentől kezdve nem szabad. Tiszta sor. De ezért az alternatíva. Mindjárt átfűzni, mert ti megrekedtetek itt. Most már kimondhatjuk, hogy a pécsi boltnak a lefoglalására. Most volt a riport, nem most, az utolsó egy hétben, mióta nem volt podcast, az RTL-en, és én viszont személyesen nagyon örültem annak a riportnak is, és végre nem emlékszem, hogy az orvos volt-e vagy sem, aki szakmailag nyilatkozott a témában. De végre kimondta valaki kereskedelmi csatornán, nem a királyi tévén, de kereskedelmi csatornán ki lett mondva, hogy ez a dohányzással összehasonlítható tevékenység viszont nagyságrendekkel kisebb a káros hatása, és föl is sorolta, hogy míg, amit szeretünk mondani, hogy amíg a cigarettában ennyi és ennyi rákkeltő anyag van, azzal ellentétben a e-liquidben összesen van, számoljuk össze és nevesítsük, propilénglikol, növényi glicerin, nikotin vagy sem, és ízesítő adalék anyag. Ez 4 darab, egyik sem rákkeltő.
És ezt ő kimondta, és ez nekem kurvára tetszett. Igen, hát itt el kell mondani azt, hogy minden elismerésünk azoknak, akik egyrészt megszervezték, másrészt lehetővé tették, harmadsorban le is adták ezt a riportot. Tehát itt le a kalappal mindenkinek, mindenki előtt, akinek ebbe a kezeben. Ha hát már nekem így elsősorban respekt annak a dokinak, mert tudod, hogy itt mindig azt a legnehezebb elérni, hogy ezt valaki kimondja, mert aztán rajta csattan az ostor, hogy bármilyen hülye jogszabály miatt, vagy valaki, mint Amerikában beperellek, mert nem írtad rá a mikróra, hogy nem lehet bele macskát rakni, megszárítani. És ő meg fölvállalta azt, hogy ő kimeri jelenteni azt, hogy márpedig ez tized század részben, mit tudom is én mennyit mondott már számszerűsítve, sem annyira káros, mint a dohányzás. Igen, tehát ez azért is nagyon nagy eredmény, mert én személyesen tudok olyan orvosokról, tüdőgyógyászokról, akik javasolják a dohányzó betegeiknek, hogy próbálják ki az elektromos cigarettát, de ugyanezek az orvosok, akik személyesen ezt ajánlják a betegeiknek, nyíltan ezt nem merik felvállalni. Azt hiszem érthető okokból, nem lenne baj, hogyha egy picikét ez a félelem bennük valahogy oldva lenne, nem tudom ennek érdekében mit tudnánk tenni. Hát van, aki fölvállalja, csak nem a mi országunkban, mondjuk Görögországban fölvállalja, például Farsalinas is, de nehéz ilyen ember találni. Szerintem ez nem keresgélés volt, itt egyszerűen megkérdeztek egy viszonylag hozzáértő szakértőt, és hogy mondjam, lehet, hogy szerencsénk volt. De mindenképp ott van, és meg lehet nézni a riportot, tehát ami egyszer fölkerült a netre, az nem fog onnan eltűnni, ez is meg lesz, majd be is rakom a bejegyzés alá linkben ezt is, mert tanulságos, amellett is, ugye, ami ott kiderült, hogy az Enzsóéknál mi volt a történet, illetve, hogy attól függetlenül, hogy van róla jogerős bírósági ítélet, hogy mi a helyzet, a NAV ennek ellentmondva cselekszik és ellenőrizés lefoglal. De az már egy kétszer kibeszélt történet, és mindenki kialakíthatta a véleményét ezzel kapcsolatban. Annyit még azért említsünk már meg, hogy azért volt magyar képviselő, aki a direktíva ellen szavazott, és hát ezúton is köszönjük a kvázi támogatásunkat neki. Köszönjük szépen! Nem rólad van szó, Charlie. Nem is rólam, azért mondom, hogy köszönjük szépen. Én úgy gondolom, hogy nyugodtan kimondhatjuk, név szerint is megnevezhetjük. Ha minden igaz, akkor Bokros Lajos volt az egy, aki támogatott, és valóban köszönet jár érte. Egyébként ő volt az a pár képviselő közül az, aki mindig visszaválaszolt nekünk, amennyiben normális hangvételű levelet küldtünk neki, úgyhogy köszönjük szépen még egyszer Bokros Lajos EU képviselőnek a hatékony közreműködését, csak hát sajnos kevesen voltak ilyenek. Na viszont akkor haladjunk egy kicsit vidámabb vizekre is, mert könnyedebb párperces témáink is vannak azért még a tarsolyban. Mindenféle kezdő számára is. Mert ugye nem biztos, hogy mindenki megtalálja, vagy eltalál oda, de volt egy kezdeményezés, egy ötlet, hogy kéne egy olyan rész a fórumon, egy olyan beszélgetős rész, ahol könnyebb ugye szóban, képben, akárhogy élőben elmagyarázni a kezdőknek, hogy mi van, hogy van, mit nem csinál jól, hogy meglegyen a sikerélménye is. És ezt azt hiszem, hogy pont egy hete indította Eki útjára a fórumon, és direkt van egy hangout most dedikáltan ennek,
két naponta talán mindig van ott így van. Közülünk valaki, aki próbál objektíven segítve, és nem elterelni a egy-két napos vagy hetes usereket rögtön a 70-80 ezres modok világába, és elmagyarázni nekik, hogy mi hogyan, miért működik. Majd ezt a linket is berakom oda, mert szerintem ez egy... Ja, úgy van linkje nyilván, hogy hát a fórumon. A fórumon ez kedd, csütörtök és péntek. Vagy vasárnap. Kedd, csütörtök és vasárnap. És általában 7-től 10-ig vagyunk fönt. És mindenkit arra buzdítok, hogy jöjjön, mert azért egy-egy ember mindig beesik, de jó lenne minél több kezdővel beszélgetni. Senkit nem eszünk meg. Elméletileg, aki még eddig följött, mindenkinek tetszett a dolog. Ha kell, akkor tudunk kamerát is használni, meg tudjuk mutatni, hogy miről beszélünk, illetve itt ez az azonnali interakció működik, és több öreg kvázi, tehát ezt én nagyon idézőjelben mondom, tehát több öreg is van fönt, akik nyilván hasznos tanácsok, ha tudják ellátni a kezdőket. Nekem és csak akkor... annyi lenne a kérésem, hogy legalább egy mikrofon legyen kéznél, vagy a számítógépre beépített mikrofonja, mert volt olyan emberke szegénykém, akinek még az sem volt, és írt a csetablakba, mi azt megpróbáltuk értelmezni, válaszoltunk szóban, ő visszaírt. Szóval ez így egy picit lassabb, mint az, hogyha ott a télőben megy a beszélgetés. De működik. Igen, meg működik. Egy technikai közlemény, tehát azt is tudni kell, hogy ha valaki feljön, és 2-3 embernél több már ott van, akkor automatikusan kikapcsolt állapotban van a mikrofonja. Tehát azt érdemes megnézni, hogy ott a felső sávban meg lehet találni a különböző ilyen vezérlő elemeket, ott a mikrofon be kell kapcsolni. Jaj, ezt óvatosan. Nekem múltkor volt egy telefonhívásom, lenémítottam, beszélek telefonon, és utána csak azt láttam, hogy integet ott mindenki ezerre, hogy halljuk, mit mondasz. Jaj. Na mindegy, hát ilyen is kell. Ettől életszagú az egész. Illetve, ugye, ha már a kezdőkről beszéltünk, de akár a haladóknak is jól jöhet, bizony az okostelefonokra is jönnek ki a jobbnál jobb vaper vagy vanker eszközök, különböző toolboxok, amikkel például ki lehet számolni, hogy a 2-es fúrószára a 0-3-as kantálból hány menetet kell tekerni ahhoz, hogy az bizony egy ohm legyen. Versenyezünk egy picit, jó? Jó, mi az a fúrószár? Na, akkor javasolnám neked kedden, csütörtökön és vasárnap este 7-től, és akkor majd ott fölteheted ezt a kérdést, Dudus. Köszönöm szépen. Versenyezzünk egy picit. Kezemben van egy iOS eszköz. Nekem le van töltve az iVape nevű app. Neked van egy Android-szerű telefonod, és fönt van rajta a Vapers Toolbox. Mondd ki nyugodtan, ez egy MIUI, tehát... ez az Android Elite szekciója. Jaj, én kérek elnézést, bocsánat. Térdre rogytam nagyságod előtt. Tehát ez a kínai iPhone, igen. Ja, ez az Androidok Ferrari-ja. Igen. Értem. Na szóval, mit tud a tiéd? Az enyém tud, kérlek szépen, hát tud tekerést különböző kantálokból. Tehát kerekből, laposból, ilyenből, olyanból, átmérőre, menetszámra, stb. Illetve tud úgy is tájékoztatni, hogy hosszra megadja, illetve én beírom az ellenállást, ő pedig megmondja, hogy adott kantálméretből milyen hosszt kell ahhoz az ellenálláshoz használni. Illetve van benne egy Power Tool nevű eszköz, ami ugye kiszámolja a volt ellenállásból a használt wattszámot, és van benne egy sima konverter, ami különböző mértékegységek között vált mértékegységet, tehát ő ezt tudja. A tiéd csak ennyit tud?
Csak ennyit tud. Jó. És Charlie, most nincs ennél többre szükség. Jó, minden. Akkor várja, most eddig ezt hitte Dudus. Most jön Chuck Norris. Most jön Chuck Norris. Most jön Chuck Norris, és az ő iOS telefonja. Végig megyek az enyémen, annyi menüpontom van, hogy szinte át sem látom, de... Ez a baj, gondold el ezt, nem, egy kezdőkezét. Dudus, ez egy barokkos túlzás volt. Tehát, megyek az első menüpont. Azt mondja, hogy e-juice. Meg tudom adni, kérlek szépen. Adásunk nem ért véget. A beszélgetés további részét a weboldalon, vagy a podcastre feliratkozva tudod meghallgatni. A műsorban elhangzott linkek megtalálhatóak az adás oldalán, melynek címét a leírásban találod.